Ma két nagyszerű kötetet tarthatunk a kezünkben, bár látszólag és tartalmában is két eltérő kötet kerül bemutatásra, mégis sok közös vonás van, amely összeköti őket, kezdte köszöntőjét Szepesi Tibor, aki szerint mindkét kötet hiteles kortörténet. Egy könyv legfontosabb ismérve, hogy megfogja, megragadja-e a kézbevétel, az első lapok olvasása közben az olvasót. Amikor kezembe kaptam a könyveket, amiért köszönet a szerzőknek, elkezdtem belelapozni, és azon kaptam magam, hogy egyre több fejezetét lapozom, olvasom, és a sorok között valahol az olvasás hátterében megjelent maga a szerző arca. Nem csak olvastam, lapoztam, hanem magam előtt láttam, látom, ahogy az írott szöveget szinte személyesen adja elő számomra. Előjönnek képek, történetek, elfeledett meghitt emlékek, melyekre emlékezni szükséges, hiszen mindkét kötet egy hiteles kortörténet. A tények közlésén túl hitelesen és felelősségteljesen mutatja be az átélt, megélt időszakot. Emlékezni szükséges a dr. Fazekas Mihály által megért karcagi, kunsági évtizedekre. Azok, akik ismerték, ismerhették, s hallhatták Misi bácsit előadni, mesélni, e kötetből újra az írásaink keresztül átélhetik azt a közvetlenséget, amely őrá oly jellemző volt. A Karcagi Kunkötések című könyvet Varga Mihály ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Minden gondolkodó embert megérint az élet értelmének vizsgálata. De legtöbbször arra jövünk rá, hogy a választ leginkább saját életünk adja. Az egymáshoz, a közösségünkhöz, a múltunkhoz, vagy a munkánkhoz való hozzáállás ad választ és mutat példát a jelen és a jövő generációinak. Ezért is jöttünk ma össze. Azért jöttem, hogy egy olyan kötetet mutassak be, amelynek legfőbb célja a személyes példamutatás számbavétele és összegzése. Azt hiszem, az emberi kultúra talán legfontosabb ismérve, hogy mindig helyben születik. Tanulhatunk, átvehetünk másoktól kulturális szokásokat, tapasztalatokat, de a saját identitásunk legjavát nem lehet importálni, azt magunknak kell a saját környezetünkből és eredetünkből összerakni. A legenda szerint, amikor 1805-ben Napóleon Bécshez érkezett, megkérdezte a tanácsadóját, Talleyrand, jeles külügyminiszter is volt egy időben, hogy mit tegyen a magyarokkal, aki azt válaszolta neki. A magyarok felnéznek nagyjaikra, és büszkék a múltjukra. Vedd el a nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz. Ez a kötet gyógyír az ilyen fajta ma is létező veszélyekre, és nagy öröm számomra, hogy ma éppen szülőföldem lakói, a kunok gazdagodhatnak ezzel a gyógyírral. A szerző néhai Fazekas Mihály, ahogy mindenki ismerte, Misi bácsi vagy Miska bácsi, olyan lokálpatrióta volt, aki a múlttal talán éppen azért foglalkozott, hogy még jobban szolgálhassa a jelent. Ahogy a kötetből is megtudhatjuk, városunk egykori néprajzkutatóját, tanítóját, citere tanárát nevezték aranyembernek, legjobb osztályfőnöknek is, de amire mindenki emlékszik, az a segítőkészsége, özetlensége, szerteágazó felkészültsége és optimizmusa derülje. Élete során óriási anyagot gyűjtött össze a vidék múltjáról, szokásairól, emlékeiről. Olvashatunk a helyi ételekről, a juhászatról és a terelőkutyákról, a tanyasi gazdálkodásról, a kun ember önállóságáról. Találkozhatunk katonaversekkel, gyermekjátékokkal, és megtudhatjuk, hogy mi az a kunkötés. Mint tudjuk, Misi bácsi számára karcag volt a világ közepe, és ez egyfajta minőségi garancia. Meggyőződésem, hogy a hitelesség egyfajta bizonyítéka, ha az ember számára a világ közepe ott van, ahol él. Ez pedig bizonyítja Misi bácsi egyik nyilatkozata. Karcagról nem megyek el soha, mondta. Inkább haza, ide, a nagykunság hajdani fővárosába szeretnék hozni mindent, ami szép, nemes, értékes.
Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő is gratulált a két kötet szerkesztőjének. Nagybátyámat, dr. Fazekas Mihályt itt nagyon sokan ismerik a teremben, ő tényleg rengeteget írt, felkérések voltak helyi, megyei és országos kiadványok részéről, hogy írjon a néprajzi témákban, egyházi témákban, vallásról, irodalomról, oktatásról, híres emberekről, és akkor ezeket szépen elkészítette. Tehát, hogyha volt egy technikumi vagy gimnáziumi évforduló, akkor abból az alkalomból is megérte a kis, de rendkívül precizitással, műgonddal alaposan megszerkesztett cikket, de ez érvényes volt mondjuk az állattartásra, nagykunságban, a régi gazdálkodási formákra, épp úgy vagy a határon túli magyaroknak a sorsára, itt a tabáccalók népi táplálkozásától a Kárpát-medencei magyarság állapotáig a legkülönbözőbb területekkel foglalkozott, nagyon magas szinten, nagyon ő általa kidolgozott és valamennyiünk általa, akik ismertük, látott alapossággal. És egyszer a kezembe került itt jó pár évvel ezelőtt, hát ilyen 6-7 éve van tényleg, egy külön lenyomat a Jászlókun-Szolnok megyei múzeumi évkönyvből, egy nagyon jó kis kiadvány, és akkor gondolkoztam azon, hogy milyen jó ez a munka, és hogy nem csak az elfogultság miatt, de tényleg egy jó írás, és milyen jó lenne összegyűjteni azt a sok írást, amit nagybátyám évtizedek alatt a legkülönbözőbb folyóiratokba, helyi kiadványokba, évkönyvekbe publikált. Nyilván ezeknek az ember nekifoghat úgy, hogy akkor elkezdi végignézni, hogy na akkor volt a Tolna megyei ismereti könyvben is egy cikke, vagy volt a Kunhalomban, vagy ki tudja hol, hát ez teljesen reménytelen dolog lenne. Mégis érdemes lenne együtt látni ezt a munkásságot, és innen jött aztán az ötlet. És Fazekas Ilona unokatestvéremet, Icut megkerestem, aki örökölt azt a szorgalmat és precizitást, meg sok más tulajdonságot is nagybátyámtól, mint hogy mind a három lány örökölt a erényeiből nagybátyámnak, és Icu egyébként, én így szólítom, hogy családfa kutatással foglalkozik, azt hiszem nem árulok el ezzel valami hétpecsétes titkot, ugyanazzal az alapossággal elkezdte összegyűjteni a cikkeket, amik hát volt, ami könnyebben hozzáférhető, volt, ami kevésbé. Még a könyvnek a szerkesztési időszakában is kerültek elő írások, és hát aztán még lehet, hogy rejtőzködik néhány irat valahol. Azt én sem gondoltam, hogy a végén egy ekkora könyv lesz belőle közel 600 oldalas, ami akkor, hogy van, aki egész életében ennél nem írt többet, de nagybátyámnak ezen kívül 4 könyve, meg hát vannak más írásai is, amit megjelentek. Tehát innen jött az ötlet, amikor megvolt ez az anyag, akkor megkerestem a gondolatkiadónak a vezetőit, Bácska Istvánt, aki üdvözöl mindenkit, de sajnos nem lehet most itt velünk elfoglaltsága miatt. És ő megnézte, megkérdeztem, hogy érdemes-e vele foglalkozni akkor egy ilyen rangos kiadó szintjén, mint amilyen a gondolat, mert hát vannak más megoldások is, mondjuk magánkiadás formájában, a család részére, hogyha inkább ilyen emlékezett kategóriának tekintjük, de ő nagyon lelkes volt. Sőt, ő volt, aki átültette a mostani szövegszerkesztési programba is lektorát, és egyre lelkesebb lett. Tehát ez nekem is jól esett, azt mondta, hogy ezt a könyvet ki kell adni.